Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, kedves diákjaink! Kérem, engedjék meg, hogy a Babits Mihály Általános Iskola tantestülete, valamennyi kedves kollégám és a diákok nevében is nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntsem önöket ezen a mai szép napon. Két ok miatt szép nekünk, így egyrészt, hála jó Istennek, az időjárás felelős mindent elkövetett annak érdekében, hogy egy valóban egy nagyon kellemes hétvégéhez közeledő délutánunk legyen, másrészt pedig iskolánk galériájának régi adóssága tulajdonképpen Bangó Miklós festőművész úr, tanár úr kiállítása nagyon hiányzott eddig, hát elérkezett ez a nagyszerű nap. Én a magam részéről azt kívánom önöknek, hogy nagyon-nagyon kellemes perceket töltsenek el itt közöttünk, illetve hát elsősorban a képek körében, és közöttünk is természetesen egymással, és át szeretném adni nagy tisztelettel Halupáni Ecseri Ágnes kolléganőmnek, az iskola galériája művészeti vezetőjének a szót, aki ezt követően a mai kiállítás megnyitott végi konferálja majd. És hát egyben köszönöm Áginak a munkáját, mert ahogy minden kiállításon elmondom, ő nélkül ez a kiállítás, hogy szokták volt mondani, nem jött volna létre, úgyhogy kérem szépen, érezzék nagyon-nagyon jól magukat. Ági, parancsolj! Szeretettel köszöntöm én is vendégeinket, első körben elsősorban Bangó Miklós festőművész urat, dr. Bárdos István művelődéstörténész urat, Venke Bernát előadóművész és Hornicsár Tihamér hegedűművész urat, és természetesen hozzátartozókat, vendégeket, művészté tagjait, iskolánk diákjait, barátokat, hozzátartozókat. Első előadóként hallgassuk meg Venke Bernát költőt. Dobogó ablak kérgén, Bangó Miklós úrnak, messze lépne, nem fékezetten, ráhullón, talpára szaladó padlón, hol száratag lécek, ajzatba feszülők, tűnődtetik, tovataszítólag rendülőn. Elönti, utoljára gyengén a fény egyengette homály, sugáráztatta szőttesét, mikor a hajnalból már végérvényesen kisettenkedik a setét. És vágott énekek felsejlenek frissbe dobogó ablakkérgén, zendülő tépelődéseibe, ahogy rövid kesergőből kidagad, pattan a suttogás ébredő partokként homlokán. Ráringatón a szoba elhagyását pergető dúdolása támad, szelídbe ágyazva a téri lejáratba. Karoló ösvények partjai szélesednek, hajlékonyba rátapadón. Haladottan a már mögé derengő ház ráütemzett betonán. Kinyílt csapódások ringva hajlanak a pöttyöstéri, aradi bánatot vízhangzó gyarapodásban. De elhalkulón kisüppedi magát a kezdet, sietve sarjadó lobbanások podrai közt, mederbe kerülve, és a közelgő reggel táguló mélyében nyomul, még nem tudja merre. Ahogy ömlőn lépked, neszek mezejébe, fenség lepte derengésbe, a Lőrinc utcában ráügyelgő házak sodródóba, reszkettetett harmóniájába. Régből kitemetődő feldöngések ezek. Éppen ezért még valahova menne, hajlékát keresné, lüktetőbe váltó szomjúsága peremén, és felejteni virradati szoba árnyas vértelenségét. Aztán sugallatok szállnak cseréptetőkre, izgatagba hajló, új erőktől kísérve, és már is kilehelődnek az indulást megelőző percek fogyódásaikból is, végleg kirepülve. És felállítódik az állvány. Eddig várakozó felötlések már sodródnak tapadón. Az utca boltíveinek, fáinak még tátongó hallgatását vászonra harsonítják. Thank you.
Kérem Bangó Miklós és dr. Bárdos István művelődés történészt a kiállítás megnyitó beszédének megtartására. Kedves diákok, tisztelt pedagógusok, hölgyeim és uraim! Abban, hogy városunk a művészetnek és a művészeknek otthonává vált, és válhatott az elmúlt évszázadok, évtizedek során, mindenkor nagy szerepet játszottak az iskolák, a képzőművészkörök, a szabadiskolák. Az esztergomi diákok művészeti érzékét olyan jeles egyéniségek formálták, mint Királyfalvi Kraft Károly, az egykori Bencés gimnázium freskóinak alkotója, a jeles Bajor Ágost festőművész, a Ferences gimnázium rajztanára, és Hely Ferenc festőművész gimnáziumi tanár, hogy csak néhányat említsek a nagyok közül. Természetesen nem feledkezhetünk meg az utódokról, Kaposi Endréről, Novák Lajosról, Végvári Jánosról, Kollár Györgyről, és másokról, akik az esztergomi képzőművészkör vezetőiként is meghatározó szerepet játszottak, és játszanak ma is városunk életében, már akik élnek közülük. A jeles alkotók sorában kell számon tartanunk Bangó Miklóst is, aki pedagógusként és alkotóművészként is a legfontosabb teendői között tartja számon a kezeire bízott gyermekek tehetségének felfedezését és annak kibontakoztatását. Bangó Miklós a képzőművészek, a pedagógusok és diákjai körében megszerzett tekintélyét tehetségével, kitartó munkájával és tanulással szerezte meg. Az esztergomi képzőművészkörben kezdte meg a felkészülést a művészpályára, majd Fenyőa Endre és Tamás Ervin irányításával a Dési Huber István körben, aztán az EGRI tanárképző főiskolán folytatott tanulmányait követően diplomával a zsebében, előbb Nyergesújfalun, majd Esztergomban a tanítóképző főiskola gyakorlóiskolájában került katedrára. Nyergesújfalui emléke jelenik meg a Nyergesújfalui házak című akvarelljén. A tanítás mellett külön foglalkozott a tehetséges tanulókkal, főiskolai hallgatókkal. Festett, rajztáborokat szervezett és vezetett. Munkája eredményeként tanítványai közül többen léptek művészpályára, itt és most elegendő, ha csak a Svédországban élő Bende Éva díszlettervező, a fővárosba költözött Kundeszter textilművész, a Dorogi Gimnázium rajztanáraként munkálkodó Mayer Eszter, Varga Zsolt grafikus, Fonyódi György, képzőművész Andráskó Péter, képzőművész, vagy a természetfotóiról országosan ismert Gajasi Géza nevét említjük. A tanítványok körében eltöltött órák élménye villan fel a Festőnövendégek című monotípiáján. A város képzőművészeti életében nem csak alkotóművészként, hanem kiállítás rendezőként is tevékenykedő Miklós 10 évig rendezte és ma is segíti az esztergomi Sziget Galéria működését. Nyaranta résztvevője volt a Mártéi Képzőművészeti Szabadiskolának. Itteni emlékeit, természet szeretetét idézi például a Mártéi Vadludak című tórajza, ott látható. A Szőgyéni Nemzetközi Képzőművész Tábor ihlette, Szőgyéni Romosházfal, a Faluvégi utca, a Szőgyéni Kertesházak, az Erzsinéni Öregháza című akvareljei, a hajdunánási művésztelepek emlékét idézik, a hajdunánási Betlen kert és más alkotások, amerre jár, keresi és megörekíti az olyan házakat, épületeket, mint a diófapáccal készült Mohácsi házak 1-2, vagy az akvarellek közül például a Párkányöregház, valamint a Kesztölc című képe. A kiállított képek tanúsága szerint legtöbbet Esztergomban dolgozik. Erre utalnak többek között a József Attila téri házak, a Homorék háza, a Szent Tamási kápolna, a Szent Tamási házak, vagy a Malom utca. Sorolhatnám tovább. Képeire jellemző a látvány lírai megfogalmazása, de jelentősek a mostani kiállításon nem szereplő, elvont, nonfiguratív alkotásai is. Kedvelt technikáinak egyike az itt főszerepet játszó akvarell, kitűnőek között említhetem rajzait, tollrajzait, árnyékos házak, valamint a bányászportré tanúsága szerint. Linómetszetei is jelentősek. Készülve a mostani kiállítás megnyitására, felidéztem magamban azt a 2 esztendővel ezelőtti kiállítás megnyitót, amelynek a Bajor Ágost Művelődési Ház adott otthont. Az ott bemutatott lírai akvarellek Esztergom és a Dunapartok őszi ragyogásáról, a természet mindent elborító buja szinka valtjágáról,
A mögöttünk felsejlő élményfürdőről, bazilikáról és több számunkra kedves épületről szóltak. A ragyogó, örömteli életérzés azonban már azokon sem fette el teljesen az aggodalom szülte felismerést, mely szerint az ember meggondolatlan cselekedeteivel számtalan esetben ejtett és ejt, olykor gyógyíthatatlan, vagy csak nehezen gyógyítható sebet a természeti környezeten. Rossz gazdaként nem műveli, őrzi annak minden értékét, szépségét, hanem rablógazdálkodásával kizsákmányolja, tönkreteszi azt. Nem él, hanem sokszor visszaél a rendelkezésre álló eszközökkel. Szennyezi a levegőt és a vizeket, tönkreteszi erdeit, parkjait, sétányait. Cselekedeteivel megbontja az ember és a természet harmonikus kapcsolatát. Ez az apokaliptikus vízió jelenik meg drámai erővel a Földi Élet Pusztulása című monotípiáján. Az utóbbi időben a természet és az ember harmonikus együttélésének megromlása mellett tanúi lehetünk a társadalom és a közösségek tárgyi és építészeti kincsek jelene és múltja közötti harmónia megbomlásának is. Lásd kukoricaszedés, diófapácot, vagy a temetői fejfák című monotípiát. Bangó Miklós most bemutatott alkotásai gondolkodásra, értékőrző cselekvésre késztetnek bennünket. Felhívják figyelmünket az enyészet martalékává váló pusztuló épületek romjaiban is lenyűgöző szépségére, éppen úgy, mint az olyan jelentős építészeti alkotásokra, mint a Ferencesek temploma, az Esztergomi Zárda templom, vagy a József Attila téri házak ősszel. Alkotásaival arra késztet bennünket, hogy ne nyugodjunk bele a természeti és társadalmi környezet tönkretételébe. Cselekedjünk a megmaradt szépség és harmónia megmentése, és az újonnan létrejövő dolgok társadalmi jelenségek harmóniájának megteremtése érdekében. Kérem, fogadják szeretettel Bangó Miklós alkotásait. Köszönöm az intézmény vezetőjének, munkatársainak és mindenkinek a munkáját, aki a kiállítás létrehozásában közreműködött. A kiállítást a gondolatok jegyében megnyitom, a művésznek gratulálok. Köszönöm szépen. Kedves vendégek, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hogy látom, nagyon örülök annak, és hogy megtiszteltek. Egyrészt látok olyat, hogy volt kollégák, olyan ott szülők, és a gyerekeket is, és külön öröm számomra, hogy ma még talán az idő is segített abban, hogy jobb hangulatunk legyen, mint tegnap vagy tegnap előtt, amikor olyan csúnya idő volt, meg szeles idő volt. Úgyhogy örülök, és meghat, hogy ilyen szépen és nagy számmal eljöttek a kiállításomra megtekinteni a képeket. Megköszönöm én is, ha közreműködnek a szereplésüket, úgyhogy akik olyan csodálatos élménnyel gazdagítottak bennünket. Külön köszönöm a kiállítás megrendezésében Áginak a segítségét, és igazgató úrnak pedig, hogy el tudtam jönni a galériába, és elhozhattam a képeimet, és meg tudják tekinteni. És engedjék meg, hogy is ajándékot átadjuk a közreműködőknek. Köszönöm szépen a figyelmüket!